Akkor kezdjük ezt a beszélgetést egy rövid történeti áttekintéssel. Hát az apropója, amiért a történelmi áttekintés ugye sorra kerül, az az, hogy 65 éves a szervezett természetjárás gondom. Egy picit puskázom, hogy pontosan mondjam el. 1950-ben alakult meg a Komlói Szakszervezet Sportegyesület természetbarátok szakosztálya. Ez 10 évig működött, majd 1960-ban a Május I. Művelődési Ház természetjáró csoportja lett. 3 évig, és 1963-ban a KBSK természetjáró szakosztályaként működött. Ez 35 évet ölelt fel, amikor az élet úgy hozta, hogy 1998-ban Héddomb Természetbarát Egyesületté alakultunk. Egy néhány nevet mondanék csak az elődeinkről, hogy kik is azok, akiknek köszönhetjük tulajdonképpen ezt a múltat. Radó Pál, Földes Lipót, Kelemen Sándor, Selényi László, dr. Varga Ferenc, Laferton Henrik, Hozsa Sándor, Perlecki József, Tóth József, Eperjesi Ernő, Király László, Strasser Péter. Sajnos közülük nagyon sokan már nem élnek, de vannak, akik még most is továbbra is ezt a szellemet viszik tovább. Hát azt gondolom, hogy mi igyekeztünk elődeinknek a szellemében működni tovább, és igyekszünk ezután is, hiszen a legfontosabb, amiért valamikor megalakultak, hogy ezt a testet, lelket üdítő, kellemes, szabadidő sportot népszerűsítsék és gyakorolják, hogy a tiszta levegő a gyönyörű természetben. Ezért nagyon sokat tettek, azon kívül, hogy túrákat szerveztek, táborokat, találkozókat, illetve mentek el máshova ilyen eseményekre. Ezen kívül nagyon sok munkájuk is volt, hiszen forrásokat építettek, tisztítottak, turistautakat alakítottak ki, azt rendszeresen karban tartották, tisztították, festették a túrajelzéseket, és hát a olcsó turistaszállást biztosító vörösfenyő kulcsos házat ápolták, építették, szépítették. Az egyesülethez való csatlakozás az úgy történik, hogy minden hónap második kedjén találkozunk, itt egy túragyűlésen, akár itt, akár pedig az elérhetőségeinken felveszi velünk valaki a kapcsolatot, elbeszélgetünk, és akkor, ha valóban egyesületi tag akar lenni, akkor ugye kitöltünk egy felvételi okmányt, és ennek alapján, de én azt gondolom, hogy először az sokkal célszerűbb, hogyha eljön pár túránkra, és ha valóban úgy érzi, hogy tartósan hozzánk akar tartozni, akkor utána lehet ezt dokumentálni, hiszen a lényeg az, hogy mindenki, aki ebbe a csapatba, a nagy családba, úgy szoktuk mondani, belekerül, az maximálisan jól érezze magát. Aminek az apropóján, ugye mi most itt összejöttünk és beszélgetünk, milyen jeles évfordulóra készül most az Egyesület? Ugye a szervezett természetjárás 65. évfordulója itt Komlón, és hát ezt igyekszünk egy kicsit, egy kis ünneppel tulajdonképpen propagálni, illetve hát saját magunknak is emlékezetessé tenni, és ezt egy kiállítással szeretnénk a 65 év pillanatai címmel, és ennek a kiállításnak a megnyitója lesz október 10-én 16 óra 30-kor a Közösségek Háza Canik István termében, és erre is mindenkit szeretettel várunk. Ezt követi majd egy ünnepi műsor a Komlói Színházban, ahol természetbarátok, természetszerető művészek adnak egy remélhetőleg nagyon kellemes ünnepi műsor, amire szintén szeretettel várunk mindenkit. A belépődi önkéntes természetesen szívesen veszük a támogatást, a bármilyen csekély is, de aki nem teheti, az is nyugodtan
hogy jövő milyen szeretettel várjuk, és azt gondolom, hogy ez az együtt ünneplés az lesz a megkoronázása, amik a hatalmat érnek. Bocsáss meg, egy kis helyreigazítást hadd tegyek. Azt említetted, hogy itt és ide eljöhet bárki, aki csatlakozni szeretne az egyesülethez. Ez helyileg azt jelenti, hogy a Komlói Közösségek Házában szoktatok heti rendszer. Így van. Mivel most itt vagyunk, igen. Köszönöm szépen, ez olyan természetes volt számomra. Igen, valóban a Közösségek Házában találkozunk minden hónap második kedjén és 17 órakor.